Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt a FIFA 22 Akadémia Legendák Hartlepool United sorozat 34. része. Ebben az epizódban elkezdjük a Carabao Kupa menetelésünket. A Championship ellenfél Middlesbrough ellen játszunk, a tavaly velünk együtt feljutott Harrogate Town ellen, és egy újabb ismerős ellen fogjuk zárni az epizódot, a Walsall-t látjuk otthon. Így fogunk felni a Middlesbrough ellen: Lundgren, Rodriguez, Stevens, Eberle, Huber, Christen, Nushi, Kerr, Castillo, Belgázi, Lunang, először fog játszani, ugyanúgy Borja Rodriguez is, Hartlepool, Middlesbrough. Fésen Nushi indulhat el, és aztán jól tolja meg, majd megint, viszont nem nagyon érkezik segítség. Fésen Nushi! Első komolyabb Hartlepool lehetőség, Nushi rúgja a léc fölé. Wing. Ikpeazu vissza, Brown, érkezik a lövés, érkezik! És Oscar Lundgren tolja rá a keresztlécre, mekkora védés a svédtől. Belgázi, aztán talán jöhetünk a másik oldalon, Nushi. Ketten is a jobb, vagy a bal oldalon, Christen. Borja Rodriguez. Nézzük, milyen a beadása a spanyolnak. Nem rossz. Christen. Borja Rodriguez. Fésen Nushi kis területet talál, Fésen Nushi fordul, lő, lepattanó Castillo-é! Akinek ma nem a legjobb mérkőzése volt, de ezzel javíthatott volna, de ez se talál be. Belgázi, Castillo nagyon jól fejeli vissza, Masmut Belgázi! What a hit, son, take a bow! 68. perc, Masmut Belgázi visszajön kölcsönből, és lehet, hogy győztes gólt szerez a Middlesbrough ellen, 1-0 Hartlepool! Ikpeazu. McNair lefordul. Paero! 1-1. 80. perc, ezt már Lundgren nem tudja kitolni. 10 perccel a vége előtt egyenlít a Middlesbrough. Kérem szépen Ulfur Kvarant indulni, aki meg is teszi. Elkezdődik a hosszabbítás. Ulfur Kvarant! Tovább ő minket a Carabao kupában. Még van 2 perc, de Ulfur Kvarant gólja szerintem el fogja dönteni. Újra megvan az előny. 2-1 Hartlepool. McNair, letelik a 3 perc, és a Middlesbrough hátrafele megy, és kiejtjük a Championshipben szereplő Middlesbrough-t a Carabao kupából, akiknek túl sok lehetőségük nem is voltak, és nem is nagyon raktak ránk annyi nyomást. Oscar Lundgrennek kellett egy nagyon nagyot védenie, majd aztán ugye 10 perccel a vége előtt kapott egy gólt Paerótól. Azon kívül viszont nem nagyon emlékszem Middlesbrough lehetőségre. Megyünk tovább a Carabao kupába, még egy nagyobb csapatot ejtünk ki, mint mi. A végeredmény Hartlepool 2, Middlesbrough 1. Így fogunk felállni a Harrogate Town ellen az epizód második mérkőzésére. Miranda, Acosta, Alvarado, Bateman, Moody, López, Diaz, Chapu, Mosquera, Kvaran, Giroud, Harrogate, Hartlepool. Tito Acosta, Pedro Diaz. Diaz középre kanyarít, Giroud érkezik, ahogy szokott, és megszerzi az első League One gólját, ha jól tudom, a francia. 7. perc. Camille Giroud góljával 1-0 Hartlepool. Acosta. Chapu, na még egy bombát. Jerome Chapu! He loves doing them. He just absolutely does. 14. perc, Jerome Chapu. Szavakba önthetetlen ez a csávó. 2-0 Hartlepool. Igor López. You know what? No, I shouldn't have. Ugio Mosquera. Mosquera, Benzit! Cracknell. Még jó, hogy ott nem értük el Fokingem lábát, mert az egyértelmű piros lap lett volna. Az emelés pedig Miranda fogja. Camille Giroud. Giroudval Kvaran van. Zászló nincs. Ulfur Kvaran! 3-0. Ulfur Kvaran 4. gólja, 3. League van mérkőzésén. Formában az izlandi. 43. perc, 3-0 Hartlepool. Thompson. Batemanről pattan Armstrong elé, akinek a lövését Miranda fogja. Most ugye egy nagyon... Hogy szokták ezt mondani? Nagyon... nem fura, hanem... Kesze ötlet jutott eszembe? Valami K betűvel kezdődő szó, de mindegy. Csinálhatnék egy ilyen kisebb videósorozatot, ahol... Ujjaj, Armstrong! Ne pofázzak, hanem védekezzek! Ahol visszatekintenék a régebbi akadémia legendák mentésekre. Mint például a Chemier, az Elche. Az a baj, szerintem az izé már nincs meg. A crew, a FIFA 15-ös. Azt szerintem letöröltem. Ami egy rohadt nagy shame. De lehetne ilyen kisebb minisorozat, hogy így visszatekintünk a régi akadémia legendák sorozatra. Camille Giroud duplázik az 54. percben. 4-0 Hartlepool. Szóval
lenne egy ilyen kis minisorozat, hogy így mondjuk végignéznénk a csapatot, játszanánk velük egy mérkőzést. Mert én a Champions Save-ra azóta nem néztem rá, mióta vége lett. Vagy max még idén valamikor egyszer ránéztem, de nagyon régen játszottam velük meccset, szóval lehet ilyenre számítani a közeljövőben. Rájöttem, hogy az a baj ezzel a csapattal, hogy vannak olyan pozíciók, ahol overload van jó játékosokból, mint például támadó középpályás poszton Chapu, Hofbauer, Karjalainen és Nushi. Tehát oda négy minőségi játékos van egyetlen egy posztra. És most már így bal hátvéd poszton van egy nagyon jó Borja Rodriguezünk, legalábbis ez alatt az egy meccs alatt meggyőzött, meg van egy nagyon jó Tito Acostánk, meg egy Michael Seymourunk, aki ő is tud teljesíteni. Szóval vannak olyan pozíciók, ahol túl teljes a csapat. Igor López valahonnan felszerett egy sérülést, reméljük, hogy csak egy kisebb, kis apró cucc. Moszkéra beadása. Kvaranig nem jut el, Zsiro, Karjalainen, de szépen vette le. Moszkéra, zászló nincs, szóval jöhet a beadás. Smith, az még ott van, López már nem sérült, egy lövés! És az annak Kvaran állt az útjába, mert kirúgás következik. Ulfur Kvaran ezt az egy percet le fogja futni, sőt lehet, hogy még gollal is fogja végezni. Ulfur Kvaran középre rúgja a kipattanót, pedig kiütötte lábbal a kapus és a lesen lévő Moszkérához pattant, így a játékvezető lefújja. Egy nagyon kényelmes győzelem a volt negyedosztályú testvéreink ellen. A végeredmény Harrogattown 0, Hartlepool 4. Így fogunk felállni az epizód utolsó mérkőzésére a Walsall ellen. Miranda, Rodriguez, Alvarado, Bateman, Moody, López, Diaz, Karjalainen, Moszkéra, Kvaran, Zsiro, Borja Rodriguez. Először kezd a League One-ban, Hartlepool, Walsall. Mills labdát ér, így eljut Igor Lópezig, aki kegyetlenül vágja be. 12. perc, Igor López góljával megvan a vezetés a Walsall ellen. Karjalainen beíveli, Kvaran from the drop, easy. 17. perc, 5 gól Ulfur Kvarannak idején. 2-0. Earing lő, Miranda. Holden szöglete, 23. perc. Érkezik be, és Finley Moody fogta Taylort, aki körülbelül másfél fejjel alacsonyabb volt. 24. perc, visszahoz egy gólt a vendégcsapat. Joel Karjalainen, Camille Giroux-nak teszi le, Camille Giroux! 3-1, Camille Giroux a gólszerző, 4 gól az első fél órában. Pedro Diaz leadja Borja Rodrigueznek, középen érkezik Giroux, és keresztbe tudja fejelni, de kiszedi a Walsall kapus. Kiernan, lekészített labda, Labadi, még egyet tovább, Monthy, beközépre, Holden! Bal szerencsés Miranda, megpróbálta kikanalazni, de betolta, hát ez Gonzalo Miranda öngolja lesz. És a 44. percben megint egy van közte, 3-2. Kvaran indul, mutatja, hogy hova kéri. És nagyon jól kapja az Izlandia fintől, Kvaran fejjel teszi maga elé, tor rajta még egyet! És aztán Rushworth melkasába vágja. Mills középre, nyes, Bateman, rossz helyre, Kiernan, Miranda! Kvaran szerez labdát, Ulfur Kvaran, jön ki Rushworth! És ki szedi az izlandi lövését. Alvarado elveszíti, López visszaszerzi, Alvarado, Camille Giroux, Camille Giroux teker! És Christian Alvarado gólpaszt ad neki, Camille Giroux góljával újra kettő van közte, 78. perc, 4-2. Armstrong még elpróbál futni a szélen, és ki is viszi a labdát. Hát azt már megtanultuk, hogy a Walsall ellen mindig eseménydús mérkőzést játszunk. 6 gólt láttunk a mérkőzésen, abból 5-öt az első 45 percben. És a Walsall egy nagyon kemény ellenfél, és nagyon entertaining mérkőzéseket tudunk velük játszani. Viszont itt a 3 pont a miénk, a végeredmény Hartlepool 4, Walsall 2. És akkor ezt az epizódot a 4. helyen végezzük. Ugyanannyi ponton vagyunk, mint a Bolton, az Oxford és a Walsall a top 6-ban. Itt viszont ugye már csak 2 automatikus promóció hely van, nem úgy, mint 3 a League 2-ban, szóval jelenleg playoff helyen állunk, és
igaz, mert még csak a szezon eleje van, szóval nagyon találgassunk. De a 34. epizódnak viszont itt van vége. A következő epizódot a Vegan ellen kezdjük. Hogyha tetszett ez az epizód, akkor dobjátok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok! Yes, we are blessed, but it's harder to see sometimes. Trying to find my peace of mind. You said, how could you be so blind?